A Bajai Teniszklub az elmúlt esztendőkben több beruházással tudta emelni a telephely színvonalát. Egy évvel ezelőtt átadták a Petőfi Szigeti Klub új székházát, ami akkor még csak egyszintes volt, azonban az idén-nyáron elkészültek a további fejlesztések, amikor egy emeleti résszel bővítették a klubhelységet. Ezen kívül felújították az első 5 teniszpályát, amire a klub vezetésének hosszú évek óta nem volt lehetősége. A téli időszak beköszöntével már csak a fedett pályák hiányoztak. Hát ez már tavaly nyilvánvalóvá vált, hogy a téli időszakban a 3 lefedett pálya nem lesz elég. Éppen ezért megkerestem még az előző városvezetést, hogy segítsenek nekünk abban, hogy ettől a téli időszaktól kiindulva egy újabb 2 pályás teniszsátort tudjunk beszerezni. Ez most sikerült, és ez az új sátor 100%-osan a tenisz utánpótlást, a 80 gyerek teniszezését fogja megoldani. Nyirati Klára polgármester megnyitó beszédében köszönetet mondott az előző városvezetésnek, hiszen az ő támogatásukkal készülhetett el az újabb kivitelezés. A második sátornak köszönhetően kiváló körülmények között folyhat az utánpótlás nevelése. Ahogy az elnök úrral és az edzőkkel beszélgettem erről, ők említették, hogy vannak 12-13 éves gyerekek is, akik a szülők támogatásával, segítségével, az edzők gondos felügyelete alatt már most olyan teljesítményre képesek, ami reményt ad arra, hogy országos versenyeken méltó helyen szerepeljenek, az élvonalba kerüljenek. A telephely fejlesztése így 95%-ban elkészült. Jövő tavasszal egy kisebb beruházást tervez a klub vezetősége, akkor az első 3 pályát szeretnék villanyfényessé tenni. A teniszsátor átadását követően kezdetét vette az idei Mikulás teniszkupa, melynek kezdőütését a város polgármestere végezte el.